akkor át is adom polgármester úrnak. Köszönöm szépen. A babazászló a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom segítségével jutott el Szekszárdra. A kezdeményezés lényege, hogy a programhoz csatlakozó önkormányzatok és közintézmények épületeire, valamint magánházakra zászlót tűznek ki, ha újszülött érkezik hozzájuk, ezzel is népszerűsítve a gyermekvállalást. A zászlónak a logikája nagyon egyszerű, ugye, hogyha végleg valaki eltávozik közülünk, akkor azt egy fekete zászlóval jelezzük. Viszont az, hogyha a családba baba születik, azt eddig így semmilyen formába nem jeleztük. Nyilván ez mindenkinek a saját személyes ügye, hogy privát szférája, hogy akarja ezt jelezni, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép szimbóluma annak, hogy gyermekáldás érkezett. Szekszárddal együtt az országban már 42 önkormányzat épületére került ki a babazászló. Ács Rezső, a város polgármestere azt mondja, a Tolnai megyeszékhelyen átlagosan évente 20-szal nő a megszületett gyerekek száma. Az előző közgyűlés pedig több kifejezetten a gyermekeket vállaló párokat segítő programot is indított. Az ultrahangos vizsgálatnak a költségét mindenki számára finanszírozunk. Tehát az az elvem nekem és a többségnek volt az előző ciklusban, hogy nem lehet anyagi kérdés az, hogy a saját gyerekének az egészségi állapota felől minden szülő nyugodt lehessen. Ez azt jelenti konkrétan, hogy 5000 forintot fizettünk minden vizsgálatra. Emellett 2019-ben az előző városvezetés azt is bevezette, hogy a gyermeket vállaló párok 10000 forintos vásárlási utalványt kapjanak az önkormányzattól. Ezzel évente nagyjából 2 millió forinttal segíti a város a gyermeket vállaló párokat.